Jó estét kívánok, kedves nézőink! Egy sorsolással kezdjük a ma esti weekendünket. A múlt héten ugyanis a Facebookon egy mozis játék keretében arra voltunk kíváncsiak, hogy kik az önök kedvenc Kölcsey tévés műsorvezetői. Úgyhogy a válaszadók közül most nézzük, hogy ki is lesz a szerencsés, aki egy páros mozi jegyet nyer a Cinema City jó voltából. Nos, Gégény Edinának gratulálunk, és kívánunk neki nagyon klassz perceket a Cinema Cityben, önöknek pedig nagyon kellemes estét kívánunk itt a weekendben. Tánccal folytatjuk, már is vendégünk Hajdú Henrietta, aki az Együtt Egymásért Tehetségpont igazgatója, és hát gyakorlatilag ugye ez egy ilyen elég trükkös név most, de még talán a penészlekieknek is szokniuk kell, hiszen csak március óta kaptátok ezt a nevet, korábban pedig hát, mint az iskola igazgatónője, azt gondolom, hogy nagyon sokan ismernek az iskolában. Bár ahogy tudom, azért ez egy nagyvárosi számára egy kicsit érdekes lehet, hiszen összesen hány tanulótok van? 81 fő hát diák jár az iskolánkban. Ez egy általános iskolában körülbelül egy ilyen három osztálynyi maximum, vagy így van. Minimum. Nálunk azért működhet egyébként, mert összevont iskola vagyunk. Tehát Encsencs Penészlek Nyírvasvári Általános Iskola, és én a penészleki tagintézménynek vagyok a vezetője. Tehát így engedélyezett az, hogy 8 osztállyal. Tehát akkor gyakorlatilag nagyon baráti, ugye? Egy ilyen 10-8-12 fős osztályok vannak. Én azt gondolom, hogy ez egyébként ideális, hogyha a pedagógiai munkát tekintem, mert a legideálisabb, így van, valóban. Minden gyerek megkapja azt a figyelmet, amire azt gondolom, hogy nagyon-nagyon éhesek. És mindenkit ismerünk, mindenkinek a családi hátterét természetesen. Nos, most, hogy megkaptátok ezt a bizonyos feladatot, azt gondolom, hiszen ez nem csak egy titulus, és nem csak azért kapjátok, mert eddig nagyon jól dolgoztatok, ez most nagyon sok feladattal jár. Ezen a héten szerdán már is egy nagyszabású országos rendezvénynek adtatok helyszínt, mesélj erről. Így van, azzal, hogy tehetségponttá vált az iskolánk, országos versenyeket hirdethetünk, és szerdán ugye országos kihívás napja, sportnap volt az ország minden területén, minden iskolában, hivatalban, településen, ki az, aki mire pályázott. És mi úgy gondoltuk, hogy a kihívás napja keretében egy országos minősítő táncfesztiválra is invitáljuk a környék, illetve a megyén kívüli iskolákat. Úgyhogy 450 gyermek érkezett délután 1 órakor Penészlekre, neves zsűritagok értékelték a munkájukat, illetve minősítették a koreográfiájukat, és este 7:30-ig tartott a rendezvény. Egyébként volt már arra példa, hogy ilyen sok gyerek érkezik az intézményetekbe? Így van, éppen azért szerettünk volna tehetségponttá válni, mert a penészleki gyerekek évente egy olyan 100-150 versenyen vesznek részt ők, és legalább 3-4 olyan rendezvény van, amit Penészleken az iskolánk ad helyszínt ezeknek a rendezvényeknek, versenyeknek. Volt már ebben az évben is megyei szintű versíróverseny, és már a tehetségpontunk által versillusztrálót is országosnak hirdettük meg. Úgyhogy most jelenleg ez a harmadik, negyedik, nem is tudom, hogy mondjam, mert kihívás napja délelőtt, délután pedig táncfesztivál. Éppen ezen gondolkodtam, ugye, ahogy említetted, azért ideálisak a körülmények. Kevés gyerek van egy osztályban, nyilvánvalóan azok a pedagógusok, akik ott vannak elhivatottak, és próbálják tényleg a legjobbat kihozni a gyerekekből. De azért nagyon meghatározó az, hogy milyen közegből, milyen szociális környezetből érkeznek, mennyire fontos a tudás szülők számára. Hogy érzed abban a versenyben, amit azért mondjuk ma egy ilyen, akár egy tanulmányi verseny, akár egy ilyen tehetségkutató verseny jelent, a ti térségetekből érkező gyerekek mennyire indulnak hátrányból, vagy esetleg ugyanolyan esélyeket sikerül megteremteni számukra? Hát sokan azt hiszik, hogy hátrányból indulnak, de azért éppen amiről beszéltünk, hogy a kisiskola előnye az, hogy még inkább fel tudjuk karolni őket, hiszen azért nem mindegy, hogy egy 35 fős osztályról beszélünk, vagy egy 8-10-15 fős. Tehát ezeket a gyerekeket első osztályos koruk óta figyeljük, és bizony mára már azért az hozzátartozik, hogy igen, az iskola 80-85%-a halmozottan hátrányos helyzetű. Többség roma származású diák. Nyilván az otthoni körülmények, se nem az anyagi, szociális, bármilyen körülmény nem engedni azt meg, hogy eljussanak egy nagyobb versenybe. De
megcáfolandó, hiszen ezek a fiatalok mind tanulmányi, mind tehetséggondozásban élmezőnyben végeznek. Nyilvánvalóan pedagógusként mi mást mondhatsz, mint hogy az iskolának igenis szerepe az, hogy a következő generáció már jobb esélyekkel induljon, okay, és esetleg ki tudjon törni sokszor abból a szociális, hát hogy is mondjam, csapdából, amiben esetleg mondjuk a szülők vannak. Ugye maga Penészlek sem egy nagy település, igen, ilyenkor ugye az ország különböző pontjáról érkeznek, igen, de mit tudtok nekik mutatni? Tehát mik azok a látványosságok, vagy akár gasztronómiai különlegességek, amik valóban olyan értékek, hogy úgy mennek haza, hogy fú, de érdekes, és milyen jó volt itt Penészleken. Említettük azt, hogy a tehetségpontunk neve együtt egymásért lett. És lehet, hogy egy kicsit furcsán hangzik, de amikor ezek a vendégek elérkeznek, nem tudunk nagy dolgot mutatni, magunkat tudjuk mutatni. Tudjuk azt, hogy az iskola már most az állami fenntartású, akikhez tartozik. De abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a hivatal, illetve Klenik Sándorné polgármester azt, hogy mindenben támogatja az iskolánkat. Minden megmozdulásunkon jelen van a hivatal, az óvoda és az iskola. Mikor eljönnek a hozzánk látogatók, akkor csak azt látják, hogy együtt egymásért dolgozunk. Tehát nekünk ez volt a jelmondatunk, ez lett a tehetségpontunk jelmondata, a falunk jelmondata, ha bármilyen esemény történik, azt írjuk mellé, hogy együtt egymásért. Ebben minden benne van. Tehát nem tudunk sokat mutatni, de magunkat adjuk, szeretettel várunk mindenkit, ami tőlünk telik, azt megtesszük. Ez nem azt jelenti, hogy nem készülünk rájuk nyilván. Például legutóbb fogyasztóvédelmi címet nyert el az iskolánk, a helyettes államtitkár asszony érkezett ki, a gyerekek saját készítésű ajándékokkal kedveskedtek neki, nem nagy dologgal, de a szívük, lelkük benne volt, és én ezt úgy gondolom, hogy a mai világban nagyon fontos, hogy nem biztos, hogy minden anyagi, ha a szeretetünk benne van. Igen, azért van egy halastó, ugye? Azt például meg lehet mutatni, és éppen az jutott eszembe, hogyha nem halat kapnak, de megtanulnak halászni, akkor talán így boldogabb van, emberek lesznek, és van, ha ezt együtt csináljátok, akkor még valóban egy kellemes buli is. Hát kívánjuk, hogy akkor ezek a gyerekek valóban ezekből az élményekből tudjanak tovább lépni, és újabb versenyeken és fesztiválokon örömmel fellépni, akár a penészleki gyerekekre gondolok, akár azokra, akiket ti vendégül láttatok. És ajánlom figyelmetbe a következő produkciót, ami nagyon különleges, nagyon érdekes, és hogy mennyire tehetséges az ezen a hangszeren játszó fiatalember, azt pillanatokon belül a kedves nézők is megtekinthetik és meghallgathatják, és természetesen a mai műsorban a titkokról is föl rántjuk majd a leplet.